Érdi Máriát és a Vadnai testvéreket köszöntötték Balatonfüreden a polgármesteri hivatalban. Bóka István polgármester elismerését fejezte ki a sportolókat felkészítő edzőknek, majd megjegyezte, példaképekre mindig nagy szüksége van a felnövekvő nemzedékeknek. Érdi Mári Magyarország első női vitorlázó világbajnoka Tihanyban ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd a Balatonfüredi jachtklubot követően az MVM versenyzője lett. A tokiói olimpián lézerradiál osztályban a 13. helyen végzett, idén augusztusban a hágai versenygyőzteseként olimpiai kvótát szerzett. Nagyon örülök, hogy ezt az évet zártam, mert a két fő versenyen, az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon ugye sikerült harmadiknak és elsőnek lennem, ami eddigi karrierem legjobb éve, és hihetetlenül jó eredmények. Úgyhogy nagyon büszke vagyok erre is, és most van egy kis pihenünk, utána megkészülünk a 2024-es szezonra. Marseille-ben fogunk mi versenyezni a Párizsi olimpián, már idén, meg tavaly is elég sok időt sikerült ott edzenünk meg, így edzőversenyeket csinálni. Én nagyon szeretem a helyszínt, nagyon szeretem az ottani életstílust, és a pálya maga az meggyönyörű, ahol versenyezni fogunk. A cél az az, ugye, hogy a maximumot kihozzam magamból, és remélhetőleg egy olyan szép eredménnyel zárjam az olimpiát is, mint most a világbajnokságot, de ugye ez még messze van, és addig még sok minden fog történni. A Balatonfüredi jachtklubban sportoló Vadnai Jonatán nem akart lemaradni a két olimpián szereplő bátyjától. Olimpiai kvótával érkezett haza a hollandiai versenyről, ahol is a nemzetek versenyében a 14. lett. Egy 4 hónapot eltöltöttünk már Marseille-ban, és még fogunk 2-3-at, hogy minél több információnk legyen a helyszínről. Most szeptember végén ki fogunk menni egy hónapra, illetve majd az olimpia előtt 2 hónapot ott leszünk. A világbajnokságra fogunk utazni januárban, az Ausztráliában lesz. Ez lesz így az első ilyen, tehát fél év van csak az olimpia és a VB között, az első ilyen nagy megmérettetés, ahol fel lehet mérni majd a terepet, és kik lesznek az igazán fontos ellenfelek az olimpián. Utána pedig lesz még néhány világkupa, egy Európa-bajnokság még az olimpia előtt, tehát a versenyrutint fel lehet majd tartani. Mert meglátjuk, hogy hány versenyre megyünk el ott, és ugye nem szabad kiégni egy ilyen nagy verseny előtt, szóval be kell osztani. Máritól is azt kérdeztem, hogy mit vár magától. Lehet ilyenkor tippelni valamit? Tippelni lehet, de jól kell vitorlázni, én azt mondom, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.